Rontják a gyerekek mindennapjait és elveszik a tanulás örömét. Ráadásul talán sokan úgy érezhetitek, hogy nem tehettek semmit, ha tehetetlenek vagytok. Sem a kerületi fideszes vezetés, sem a Hoffmann Rózsa féle klik nem tesz semmit azért, hogy megakadályozza ezt az álmokfutást. Úgy tűnik, hogy fontosabb nekik a fideszes haverok pozícióban tartása, mint a gyerekek érdeke és az iskola jövője. Most beadványjal fordulunk a tankerülethez, a klikhez, de őszintén szólva nincsenek illúzióim. Az elmúlt 3,5 évben azt láttuk, hogy nem képesek beismerni a hibáikat, nem képesek javítani a tévedéseiket, nem képesek felülvizsgálni a rossz döntéseiket. Mégsem vagyunk tehetetlenek. Egyszerű a dolgunk, csak el kell zavarni azokat, akik tönkreteszik a centit, azokat, akik tönkreteszik az oktatás jövőjét. A centi ugye helyi probléma, de megoldani csak országos szinten lehet. Lássunk tisztán! Nincs Sabáli Éva Hoffmann Rózsa nélkül. Nincs Kovács Péter Orbán Viktor nélkül. Minden döntést központosítanak, nem érdekli őket az érintettek véleménye, a szülőké, a tanároké, a dolgozóké, a diákoké. Ugyanazt az agresszív és kártékony politikát folytatják helyben, mint országosan. Ha helyben változást akartok, az egész országban kell változást elérnünk. Én többek között azért dolgozom a kormányváltásért, mert a nagyobbik lányom a következő ciklusban iskolás lesz. Nem akar...